gól alatt sosem húzta meg a csurgó Szegeden a PIK elleni mérkőzéseken, és ezúttal is egy jó darabig úgy tűnt, meg lesz ez a különbség. Az elődöntő első felvonása nagyjából 10 percig volt csak szoros. Ekkor még akár kettővel is elléphettek volna a fehérmezes csurgóiak, de 3-5-ös vendégvezetés helyett beindult a szegedi henger. Amíg a vendégek támadójátéka erőteljesen visszaesett, addig a Szeged sorra lőtte a szebbnél szebb gólokat, és pillanatok alatt tekintélyes előnyt épített ki. A szünetben már 6 találattal vezettek. A fordulást követően is lendületben maradt a szegedi gárda, 24-14-nél először volt meg az a bizonyos közte 10, de Lárholmék a folytatásban már nem erőltették meg magukat. Az utolsó percekre a Szeged már érezhetően félgőzzel játszott, míg a csurgóiak becsületesen küzdöttek azért, hogy ezúttal beférjenek 10 gól alá, és ez sikerült is nekik. A vége 30-23-as szegedi győzelem, amellyel a PIK előnybe került az egyik fél második sikeréig tartó párharcában.